itt vagyunk a Jövő Körvonalai teremben, és azon belül pedig itt a Hősziklák útja című tervnél. Azért ezt a termet és azért ezt a tervet választottam, mert érdekel a jövő építészete. Ez a Hősziklák útja tulajdonképpen egy Magyarország termálvizeit összekötő túraútvonal, és minden egyes termálvíz fölé épül egy ilyen kis ház, termálfürdő. Két dolog tetszett nagyon ebben a tervben. Az egyik az építőanyag, ugyanis egy elég szokatlan építőanyagot alkalmaznak. A termálvízből lerakódó ásványi anyagok, a vízkő felületet képez a vászszerkezet körül, és ebből alakul ki tulajdonképpen a termálfürdő. A másik, ami tetszett ebben a tervben, az az építési mód, ahogy az ember csupán csak egy utat mutat ennek az anyagnak, ezekkel a keret szerkezetekkel, és nem nyúl bele annak a képződésébe, hanem ezt ráhagyja a természetre, hogy az majd bevégzi ezt a munkát. Azt gondolom, hogy ez a terv azért nevezhető a jövő tervének, mert ez egy nagyon lassú folyamat, és az elkészült épület, az már csak a jövő terméke lesz.